1825. november 3-án Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ezzel lehetővé vált a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, melynek fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. E nap 2003 óta a Magyar Tudomány ünnepe, melyet országos és határon túli programokkal ünnepelnek. Az esemény házigazdájaként dr. Kraszkó Károly, a Bács-Kiskun megyei TIT elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd köszöntőt mondott Mák Kornél alpolgármester. A tudás egy olyan értékünk, amit művelni kell, amit lehet helyes vagy helytelen irányba állítani, de mégis jövőt teremt, mégis a fejlődésnek ad lehetőséget. A helyes és jól átadott tudás pedig rendkívül fontos, különösen akkor, amikor a társadalom egyik rákfenéje a félműveltség, mondta az alpolgármester. A köszöntő után a Novum Kamara zenekar fellépése következett, majd dr. Wiesinger István Pulitzer emlékdíjas és aranytollas újságíró mutatta be legújabb könyvét. Az Egy elme az örökké valóságnak című regény Neumann János regényes életét dolgozza fel.